Idén sem járja át Bonyhádvárost a marha pörkölt illata, és nem mérik össze főző tudásukat a versenyzők. Összeültünk a városvezetéssel, hogy az új jogszabályok tekintetében átvizsgáljuk annak lehetőségét, hogy a Tarka Fesztivál megvalósítható-e. Nagyon hosszas megbeszélés volt, mint egy 2,5 órán keresztül tartott, hiszen mi szerettük volna, hogy ez a rendezvény megvalósuljon. Mégis olyan döntés született, hogy ez a fesztivál az idén se kerül megrendezésre. A Tarka Fesztivál zenés-táncos rendezvénynek minősül, így a nemrég bevezetett rendelkezések szerint csak védettségi igazolvánnyal lehetne részt venni rajta. Az amúgy több ezres rendezvényből rögtön kimaradnának az oltatlanok, a 16-18 éves kor közötti igazolvány nélküliek és a 16 éven aluliak. Úgy gondoljuk, hogy ez a legnagyobb közösségi rendezvény a városban, nem szerencsés ilyen körülmények közt megvalósítani. Technikai akadálya is van amúgy, hiszen a főtér adott helyszínt most már 2 éve ennek a fesztiválnak, és annak a lezárását úgy megvalósítani, hogy oda ne lépjen be védettségi igazolvány nélkül bárki is, az szinte lehetetlenség. Más helyszínen is gondolkodtak, de ha a kaszinókertben rendeznék meg a fesztivált, akkor az létszámkorláttal tudna csak működni. Juhász Józsa úgy nyilatkozott, nem szeretnék ezt a közösségi rendezvényt így módon korlátozni. Remélik, hogy jövőre már a régi keretek között valósíthatják meg.